A kánikulában sokan választják a vármegye szabad, illetve medencé strandjait a hűsölésre. A fürdőzőknek nem kell tartaniuk a strandvíz okozta megbetegedésektől. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei népegészségügyi főosztály dolgozói rendszeresen ellenőrzik a strandok vízminőségét, és jelenleg minden strand zavartalanul üzemelhet, mivel a begyűjtött vízminták alapján a vízminőség megfelelő. Különbség van a természetes és a medencés strandok között. A természetes strandok akkor nyílhatnak meg, hogyha nyitás előtt legalább 2 héttel egy vízminőség próbát végzünk, ezt labor igazolja, hogy nyitható a strand. Utána az idény alatt, attól függ, hogy milyen hosszú az idény, legalább 2-szer vagy 3-szor, de nem egy hónapon túl, tehát havonta ellenőrizzük a vízminőségét. A medencés strandok természetesen úgy nyílhatnak meg, hogy ott is megfelelő vízminőséggel indulunk. Úgyhogy minden strandot a laborba küldünk, a vizet laborral ellenőriztetjük, és hogyha az megfelelő, akkor a strand nyithat. A természetes vizekbe bármilyen kórokozó belekerülhet. Így ebből a szempontból is fontos, hogy olyan kijelölt helyen strandon fürödjünk, ahol rendszeres az ellenőrzés. A medencés strandok esetében vizsgálják a vízhez adott fertőtlenítőszerek koncentrációját is, mivel ezek a kémiai anyagok is okozhatnak problémát a nem megfelelő adagolás következtében. A természetes vizekbe bármi bekerülhet. Általában ezt 2 mikrobiológiai kórokozóra végezzük az ellenőrzést, amelyek betegséget okozhatnak, és ennek a mennyiségének az emelkedése esetén akkor azt a strandot ideiglenesen bezárjuk. A medencés strandok esetén pedig 4 mikrobiológiai jellemző plusz kémiai ellenőrzés is történik, hiszen például ott számolni kell a klórozással, vagy egyéb olyan mesterséges kémiai anyagokkal, amit a fertőtlenítéshez használunk. Tehát annak a mennyisége sem emelkedhet a veszélyes szint felé. A nyár még javában tart, a vármegye 11 szabadvízű strandja és számos medencés fürdőhelye megfelelő vízminőséggel várja a strandolni vágyókat.